Fáklyákkal, rendőri felvezetéssel érkeztek a békefutás résztvevői Pécsre. A város több irányából is befutottak a lelkes résztvevők, köztük iskoláskorú gyerekek és felnőttek is. Egész Európából és távoli kontinensről, mint például Ausztráliából vagy Új-Zélandról is csatlakoztak a békefutáshoz. A Lauberezső sportcsarnok előtt már fogadták a futókat. Egy Erdélyben élő magyar állampolgár is futott a békéért. A békéért, hogy a béke fényét vigyük a világba, a világszínvonalon mindenfele, minden gyereknek tudjuk átadni azt a békét, amit a szívünkben érzünk, és hadd érezzék ők is. Paralimpikonok és olimpikonok is részt vettek a záró ünnepségen, üdvözölték a békefutókat. A pécsi Konkoly Zsófia háromszoros paralimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa bajnok magyar úszó biztatja a fiatalokat a sportra, és örül, hogy részt vehet ezen a rendezvényen. Kiskorban mindenkinek megvan az energiája, rengeteg sporttól, szerintem mindenki mozog, és kiskorban lehet ezt elkezdeni szerintem, hogy minél több sportot mutassunk be nekik, és akkor meg tudják találni azt, ami igazán hozzájuk vezet. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek tényleg, és hogy meghívtak. Én mindig ilyen hálás vagyok, hogyha egy ilyen rendezvényen részt tudok venni, és hát tényleg ez leginkább a sportról szól, illetve a békéről, és úgyhogy én örülök, hogy itt lehetek, és támogathatom ezt. Kő Bárita, kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, nagy pártolója a békének és a gyerekek szellemi fejlődésének is. Én nagyon régóta ismerem Sri Csimó tanítványait is, és magát a mesterrel is volt lehetőségem találkozni. És már akkor is valami csodavilágot éltem meg, a gondolkodásmódjukkal, a tisztaságukkal, a békeszeretettel. És én nagyon örülök, hogy nagyon sok fiatal ma ezt megérezheti, hogy mi az tisztán, becsülettel, egyenesen, jó szándékkal létezni. És ugye ma már tudjuk, pár száz kilométerre háború van, tehát mi tudjuk, hogy mennyire fontos a béke. És hogy ezeknek a gyerekeknek, ha egy jó élmény fűződik hozzá, akkor én azt gondolom, hogy később majd eszükbe fog jutni. A pécsi Mátyás Király utcai általános iskola és a testvérvárosok terei általános iskola tanulóiból hatalmas összkórus állt össze, hogy énekével fogadja a békefutókat. Világban, ami minden, sok minden történik mostanában, a békének és a béke üzenetének nagyon erős jelenformáló hatása van. Ezért állunk ki mindannyian és éneklünk békedalokat. Ennek már története van, Pécset többször járt már az Egységszív Alapítvány, többször vettünk már részt a Peace Run rendezvényen, és mindig nagy örömmel jönnek a gyerekeink, éneklik, nagyon szeretik ezeket a dalokat, amiket ennek keretében megtanulunk, és többen futva érkeznek ide az iskolából, úgyhogy egy nagyon érdekes és nagyon tartalmas program ígérkezik most is itt számunkra. Jó lesz, hogy így eljövünk énekelni a kórussal, mert elég nagy távot futnak le így a futók, akik ezt bevállalták, szóval szerintem szép dolog, hogy ezt így valaki elvállalja, és mi örülünk, hogy eljöhettünk, mert szeretünk énekelni, meg jó a kórusban lenni. A pécsi egyházmegye püspöke Felföldi László is tiszteletét tette a rendkívüli eseményen. A béke mellett foglalva állást fejtette ki gondolatait. A világban, a teremtett világban, az emberi életben a béke az alap, mindennek az alapja. A teremtés első pillanata, legyen világosság, legyen rend, legyen béke. Jézus első szava, hogy békesség nektek, és ebben a most nagyon felbojdult fizikai, szellemi, lelki háborúban, amiben most élünk, nem csak ott, ahol fizikai frontok vannak, hanem itt Magyarországon is, itt Pécset is, a legfontosabb, hogy fölhívjuk a figyelmet a békére. A Peace Run-t 6 földrész 140 országában megrendezik, immár 35. alkalommal, csak a Covid idején hagyták ki. A váltófutás célja, hogy fejlessze a nemzetek közötti barátságot. Ebben az évben március 6-án indult a futás Olaszországból, Vatikánvárosból, majd 21 országon át körülbelül 12.000 kilométer megtétele után érkezett a fáklya Szerbia felől Magyarországra. 1987-ben indult, New Yorkban Sri Csima indította útjára,
és ez a fáklya, a békefáklya igazából a békét szimbolizálja, hogy az embereket összekösse ez a béke, és valójában mi egy világcsaládhoz tartozunk, és ebben a világcsaládban, ha nincs béke, akkor nincs semmi. És azt kérte tőlünk Sicsi Moly, hogy mindenkihez vigyük el ezt a fáklyát, a lehető legtöbb emberhez, és igazán nagy megtiszteltetés, hogy most itt Pécsett lesz a záróünnepség, és ennek az európai szakasznak itt fejeződik be a vége. Kezdetektől fogva a nemzetközi eseményen a békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. A futókat a településeken ünnepséggel köszöntik. Ez a hatalmas rendezvény különböző kultúrájú, bőrszínű, politikai és vallási meggyőződésű embereket kapcsol össze. Pécsett zárult a rendezvény a Lauber Dezső sportcsarnokban október 18-án pénteken. Színvonalas ünnepséggel köszöntötték a fáklyával érkezett kezdő futókat.